Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Heimlich & Co. 1984 évjátéka díjazottja első pillantásra furcsának, második pillantásra érdekesnek, harmadik pillantásra pedig igazán különlegesnek tűnik. Hét különböző színű kémfigurát fogunk mozgatni egy kör alakú pályán. Saját körünkben dobunk egy kockával, és tetszőlegesen mozgatjuk bármely figurákat. Minden figura attól függően kap pontot, hol fejezte be a mozgását. A trükk pedig az, hogy titokban minden játékoshoz tartozik egy figura, a haladó szabályokban pedig még arra is kapunk pontot a játék végén, eltaláljuk-e, kihez melyik figura tartozott. Ezért hát ügyesen kell manőverezni, saját pontjainkat gyűjteni, de nem leleplezni, kik vagyunk. Nagyon egyszerű szabályok, de kicsit véletlenszerű pontszerzés jellemzi a BGG 1960. helyezettjét, ami zseniális módon igyekezett feldobni az addigi dobsz és lépsz játékok műfaját. Az akár heten is játszható játék nagy negatívuma azonban az, hogy hamar elunható, mai szemmel nézve pedig fogalmazzunk úgy, kevés. Értékelésem, különleges játék, de vannak hibái.